Sziasztok, Bíz vagyok, és mint láthatjátok, Battlefield Hardline Beta, méghozzá Conquest Large Gameplay, és Sniperrel játszottam, és azt hittem, hogy izgalmas lesz, miközben játszottam. Azután visszanéztem, és rájöttem, hogy hát ezt így nyersen, 20 percen át nem tudnám nézni, úgyhogy mi lenne, ha közben beszélnék, és elmondanám a véleményemet a játékkal kapcsolatosan, akit érdekel természetesen, addig pedig megy természetesen a gameplay. Tehát Hardline 4 hónappal ezelőtt volt egy sikeres beta tesztje, azért mondom, hogy sikeres volt, mert nem volt jó a játék, és miért mondom, hogy sikeres? Azért, mert meghallgatták imáinkat, tehát aki játszott a játékkal, mondta, hogy rossz, mondta a fejlesztő, hogy igen, akkor ez rossz, akkor még dolgozunk rajta egy fél évet. És körülbelül 4 hónappal ezelőtt volt mindez, és majd nem sokára, nem tudom a megjelenési dátumot, de majd ki fog jönni a játék. Csináltam előző bétával kapcsolatosan is videót, ahol leírtam a véleményemet, hogy nagy csalódás volt, nem jött át a játéknak a hangulata, nem oda ment a golyó, rosszak voltak a fegyverek, nem volt jó a játék, szutykos volt, nem volt... Tényleg, nem volt FPS játék, na. Azután egy Battlefield fanboy nekem írt kommentbe, hogy én vagyok a hülye, én vagyok a noob, nem tudok célozni, stb. Rá egy hétre jött a válasz a fejlesztőtől, hogy 6 hónap oké, akkor majd fejlesztjük. Úgyhogy ezek szerint nekem és a többségnek volt igaza. És nagyon jó a játék, tehát nagyon jót tett neki ez a kényszer pihenő. Úgy, most már FPS játék. Miért mondom ezt? Oda megy a golyó, ahova én azt számítom. Most nem arról beszélek, hogy esése van a sniper golyónak, mint ahogy ezt Battlefieldben megszokhattuk, vagy késleltetett becsapódás. Nem, hanem most már jó. Nincs ezzel a netcoddal semmi probléma, tehát Battlefield 4-ben tudhatjátok, volt ez a netcode probléma, voltak anomáliák, utána fordult a golyó, tehát nem volt jó érzés vele játszani, igaz, azóta kiavították, meg javult a rendszer, de sok ember elvesztette a hitét a játékkal kapcsolatosan. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy itt most teljesen jó a hitmap, jó érzés lőni, oda megy a golyó, jó a sebzés, most minden oké. De ami nálam még nagyobb pontot jelent, az a játék hangulata. Rengeteget fejlődött, láthatjátok a pályát, ilyen új-mexikói, félsivatagos. Tudjátok, Breaking Bad, aki látta, ez a metlabor, hol a metlabor, és itt ezen a pályán is van egy pince, ahol ott főzik a kis... kemikáliát, úgyhogy nagyon bejön ez a rabló pandúros hangulat, ez a pálya is, de nem csak ezek, a gegek, például, ha rabló vagyok, és spotolok egy zsernyákot, akkor bemutatok a középső ujjammal, hogy there is the fucker, és így spotolok. Ez is ilyen minimális, de annyit dob a hangulata, hogy az eszméletlen. Vagy lehet váltani a rádióadást, és mondjuk... benne vagyok a rabló kocsiába, és bejön a the fuck the police, és azzal lövöm le az ellenfelet, hát ez zseniális. Vagy ha rendőrként gumibottal így agyöntök egy rablót, vagy letartóztatom, az annyira király, hogy egyszerűen nagyon megadja a hangulatát. Vagy például a bankos pályánál, amikor rablok, és benyomom a rádiót, és épp egy drum and bass mez, ami mondjuk a kedvenc műfajom egyike, akkor is zseniális. De például van, hogy egy ilyen kis kredenc ott van, és abból lehet venni amót, ugye a rendőröknek ott van a kis amós páncsuk, vagy mit tudom én, vagy defibrillátort le lehet venni a falról, és azzal újraélesztén. Tehát vannak tök jó dolgok, gegek, amik meghagyják a hangulatát, és ez nálam pluszpont. A pluszpont még, hogy rengeteg fegyver van, és minden oldalon más és más. Én megvettem az AWP-t, ami a rablóknál van, illetve az R700-ast, ami a rendőröknél, és mind a kettő más és más stílust képvisel, mint sniper, de mégis ugyanaz a kaliber, körülbelül ugyanannyiba is kerültek, mégis nekem az R700-as sokkal jobban bejön. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, nagyon tetszik ez a ketté választott fegyvertípus, hát nem fegyvertípus, hanem fegyverarzenál pontosabban, úgyhogy ez nagyon bejön, és a pénzrendszer, hát az meg eszméletlen, annyira rávisz a játékra, mint semmelyik másik Battlefield rendszer nem. Tehát tök jó, hogy na jó, ezt most lelövöm, kell a pénz, oké, már nem kell sok, meg lesz az a sniper, akkor is, és ilyen, és megvan, és megyek el, és mégse jó, nem baj, gyűjtsünk még. És annyira tetszik ez a rendszer, hogy az eszméletlen, és ez annyira megfogott, hogy nem is score per minit van, hanem dollár per minit. Hogy rengeteg poén van benne elrejtve, és nekem ez nagyon bejön, nem tudom hangsúlyozni. A másik nagyon jó, mint láthatjátok, Conquest Large. Én alapvetően COD player vagyok, tehát ha azt kell, hát inkább árkádos, maradjunk ennyibe. Tehát ha azt kell, hogy mondjam, hogy
Battlefield 4-et játszak? Oké, okay, akkor TDM. Battlefield 3? Oké, okay, akkor TDM. Tehát sosem mentem Conquest Large-ra, mert idegesített, hogy befordulok, na hol a tank, mindig sasolnom kellett, jaj, itt a tank, feküdjünk le, ne vegyen észre, ne vegyen, és ez sose tetszett, hogy nem tudtam ellen semmit se tenni. Az volt a legegyszerűbb választás, hogy Bastinger volt a kezedbe, vagy RPG. Attól függően, hogy fölötted vagy alattad jött az enemy. Úgyhogy ez annyira sose tetszett, hogy uralkodtak a járművek a harctéren, gyalogosan nem feltétlen volt előnyöd. De itt civil járművek vannak, tehát nem annyira páncélozottak, és kézi fegyverrel is tudod őket sebezni. Nem beszélve arról, hogy kevesebb a jármű, nem uralják a terepet, sokkal szellősebb is a csatatér, tehát... Nem tudok normálisan beszélni, tehát gyalogosan, nem civilesen, gyalogosan is van előnyöd, és ez nagyon-nagyon tetszik. Attól függetlenül beszállsz egy SUV-be, ledarálod a fél mapot, mert attól még ugyanolyan erős és erős a gány, de ki lehet szedni, nem dominálnak. És ha esetleg ott egy helikopter leszed, idegesít, akkor nem kell klaszt váltanom, meg mit tudom én, berakni a Stingert, megvennem a Stingert, hanem fogom, bemegyek a kunyhóba, ott a Stinger, fölveszem, és kilövöm a helikoptert, ha már annyira idegesít. Tehát sokkal több opció van a járművek ellen, nem dominálják a mapot, mégis van szerepük, és helyén való a szerepük, és a gyalogság is megmarad, mint teljes értékű kaszt, ha lehet így fogalmazni. Úgyhogy nekem nagyon bejön a játék, nagyon rávisz a magára, hogy játszak a játék élményre. Ha vannak benne még rossz dolgok is, és nem is tudom, hogy rátéljek, még annyit megjegyeznék, hogy battlepack-ek vannak, és ha esetleg minden fegyvert megvettél, vagy minden gadgetet, mert rengeteg gadget van amúgy, tehát van maszk, újraélesztés, megszokhattuk ugyebár, grippek, felmehetsz, felcsákányolsz, ez rengeteg minden, én kisebb próbáltam már fegyverekre gyűjtök, tehát nem szeretném felsorolni, de molotov, gázgránát, minden van, azt is pénzért veszed. Tehát visszatérve, ha már minden ilyesmit megvettél, és... csomó pénzed van, akkor vehetsz ki neked 500 ezerért, és menőzhetsz, vagy battlepack-eket is vehetsz 20 ezerért, a legdrágább természetesen 20 ezer, úgyhogy a battlepack rendszer itt visszaköszön, hogy tudod még mire költeni a pénzed, ami még mindig zseniális. Úgyhogy ez nekem nagyon tetszett, és most vehetünk a rossz dolgokra. Először is bugos. Tehát ugyanolyan bugok vannak, például Battlefield 4-ben, ha átmásztál valamit, néha nekem így fölugrott egy másfél métert. Ugyanez itt megvan. És ezek a bugok tökre idegesítőek, és tudom, hogy nem lesz kijavítva, mert Battlefield 4-ben sincs kijavítva, akkor itt miért ne lennének, attól függetlenül, hogy bétáról beszélünk, ezt mindig meg kell jegyezni. Azután OP a sniper és shotgun. Iszonyatosan OP, nagyon, nagyon elrontották, nem lehetett normálisan bebalanszolni, mert... tehát van egy PDS bankrablós kodos játékmód, értem arra, hogy van egy nagy bank, ahol közelharc folyik gyakorlatilag, ahol a shotgun iszonyatosan nagy szerepet tölt be sajnos, és OP shotgunnal meg egyszerűen nem tudsz mit kezdeni. És akkor van egy ilyen bank része, ha már kijutottatok a bankból, mert már ott van a pénzes zsák, akkor meg jön a sniper szerepe, tehát iszonyatosan OP a sniper és a shotgun, ez a kettő. De valami eszméletlen mocskosul, legalább ezzel lehet javítani, de ami nem lehet javítani és a legrosszabb probléma eddig, az pedig ugye beszéltük a hitmapról, hogy én tök jól lövök, meg jó érzés, igen, de amikor én kapom a sebzést, na akkor jönnek az érdekes dolgok. Itt meg nagyon szépen elütött valami. Tehát jön a sebzés, és nem érzékelem normálisan, tehát egy csettintésre meghalok, gyorsan meghalok, nem kapom egyenletes sebzést, nem kapom a visszajelzést, olyan input lagos, olyan kodos, olyan nyúlós, nem tetszik, nem jön át, ezen kéne javítani. De remélem ezen fognak is, mert ez tényleg nem jó, amikor én kapom a sebzést. Amikor én lövök, teljesen jó, de amikor én kapom, nem érzem jól. De szerintem nem csak így van. Nem csak nálam van így, pontosabban. Úgyhogy ez a legnagyobb probléma a játékkal kapcsolatosan. Remélem ezen javítanak, de nem hiszem, hogy ezen hamar tudnának segíteni. De még gyorsan megnézem a... igen. Megnéztem a listámat, hogy mik azok a rossz dolgok, amelyeket még föl tudnék sorolni. Ugye volt szó az OP shotikról, sniperekről, a legnagyobb probléma ez a hitmap, ha visszafele jön a golyó. Rosszak a respawnok. Tehát próbálta kerültetni, mint mondottam, ezt a PDS kodos rásolós témát, és akkor behozták a shotgunt. Oké, de akkor miért erőltetik
ugyanazt a Battlefield-es respawnolós témát. Tehát van egy bázis, ahol be tudsz respawnolni, és van egy squad, ahova tudsz respawnolni. Ennyi. És ezzel az a probléma, hogy ez a bankrablós téma, ha rabló vagy, akkor százszor élethetsz újra, és ha az alatt nem sikerült a csapatodnak elrabolni a lootot, vége a játéknak. De viszont a rendőrség nagyon szeret bekempelni a respawnra, és semmi esélyed, tehát minimum 600-szor meghalsz, és semmi esély bevinni a lootot. Ezt miért előltetik? Tehát beéledek, jön egy shotgun lövés és kész. Nem tudom, nem jó. Ezen gondolkozni lehetett volna, hogy miért ennyire ragaszkodnak a Battlefield-es alaphoz. Ezen kellett volna még gondolkodni nagyon-nagyon sokat, mert a respawn szisztéma nem jó. Az nagyon át kéne dolgozni, főleg ehhez a játékmódhoz, amelyet kitaláltak. Conquest Lash-hoz még jó. Teljesen, de ez bankrablós témához nem, nagyon nem jó. Úgyhogy ezek a rossz dolgok, körülbelül amik így eszembe jutottak, OP fegyverek, ezekről lehet javítani. Bugok, azokon remélem lehet javítani, illetve a bejövő sebzésen remélem lehet normálisan javítani. A respawnom meg remélem lehet még tovább gondolkodni, de mindezeken által több a jó dolog. Tehát iszonyatosan megvett a játék, ahogy semmelyik másik Battlefield nem vett meg. Szeretem a Battlefield 3-at, mert jó a hitmap, jó FPS játék, nagyon ott van. De ez a Hardline, ez jó eleve játéknak is. Értem ez alatt a hangulatát, a ráfüggési lehetőséget, hogy kell a pénz. Értem ez alatt, hogy Conquest Lodge-ba is jól érzem magam, hogy nem csak egy játékmódba érezhetem talpra esetnek magam, hanem másban is, mert ad lehetőséget a játék. Ja, igen, és a perk rendszer, az is tök jó. Ha nem tudom, hogy működik, ha esetleg sokat ölsz, vagy sok pénzt szerzel, akkor kapsz perkeket, amelyeket kiválaszthatsz. Van 4 darab perk összesen. És két választási lehetőséged minden perknél, ami azt jelenti, hogy első perk két választás, második perk két választás, és így tovább, és így tovább. Azt hiszem ebbe a gameplaybe megszereztem az összes professional perket, minden klassznál más és más perk van, például extra magazin, flag jacket, kevesebb ideig maradsz spottolva, ilyenek. Ne, semmi kis dolog, de ilyen killstreak-szerűség, ami teljesen jó, tehát helyén van, korrekt. Oké, nem nagy újítás, de megvan. Úgyhogy ennyi jutott eszembe. Ja, igen, a beállítás nem valami sokrétű, az nem tetszik. Tehát Battlefield 4-be, bár még nem az elején, de ott be lehetett állítani, hogy ha bezumolsz egy sniperrel mondjuk, akkor mennyire vegye le az egérérzékenységet semennyire, vagy mondjuk 50%-ra, amelyet én használok, és elég jó, és itt nem lehet beállítani. Tehát ha már kitaláltak egy játékba, akkor miért nem lehet továbbvinni a sorozat többi játékaira ezeket a dolgokat? Ezt sosem értettem a játékiparban, attól függetlenül. Illetve CFG-ben még béta folyamán nem lehet beállítani az egérérzékenységet, amivel én rengeteget szenvedtem. Egyszerűen látjátok is, tök béna vagyok sniperrel, mert egyszerűen nem ezen az egérérzékenységen szoktam meg az FPS játékokat, még ha sziszegek is, és nem tudok már normálisan beszélni, mert amúgy beteg vagyok, tehát elnézést, hogy így kapkodok levegőért, meg összegabajodik a nyelvem, de most betegség időszaka van. De azt hiszem már mindenről beszéltem, és lassacskán vége is a gameplaynek. Igen, az egérbeállítás, hát azon szenvedek, tehát most béta, nem nagyon erőlködök, hogy jól játszak, de nagyon szeretném a játékot, és félek, hogy nem lesz rá pénzem, mert nem számítottam rá, hogy ez egy ilyen jó játék lesz valamikor. És ezért nincs kasszába annyi pénz, pedig nagyon meg szeretném venni, és nagyon szeretnék róla a gameplayeket mutogatni, mert tetszik a játék. És most bánom meg, hogy elején ilyen drágán vettem meg az Advanced Warfare-hez a kiegészítőket, mert például most fele annyiba kerül. Látjátok, itt is van egy hogy hívják ezt? Helikopter akció, és fölveszem gyorsan a rakétavetőt, és már nézem is, hogy hol van, de már lezuhant, úgyhogy nagyon tetszik ez, hogy ilyen puhák a járművek, és le lehet őket lőni, okosabban kell vezetni, sokkal jobb basszus. Úgyhogy nekem ez a Hardline-ról a véleményem, az egyik olyan Battlefield, ami megfogott.
sok mindenben, de főleg a hangulatban, és ez most nagyon odavág. Úgyhogy remélem a többi pálya is ilyen hasonló jellegű lesz. Nekem ez tetszik a legjobban, abból a háromból természetesen, de a hangulat az most nagyon, nagyon oda van. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, illetve ha minden igaz, vasárnap is szeretnék streamelni, az lesz az utolsó napja a bétának, tehát ha minden igaz, akkor még tudok streamelni, ha nem igaz, akkor nem tudok streamelni, minden esetre találkozunk vasárnap, illetve Twitch-en tudtok követni, ha nem tudtok addig várni, és még streamelek ott is, úgyhogy sziasztok! Got one at the gas station. Suspect in my sights. There's one at the gas station. Right there. Down a suspect.